fél órája. Most bejöttem, eljöttem ide a Arina teraszára. Most nem a Veszent, hanem az Arina terasza. Változatosság kedvéért. Most kajálok majd egyet, aztán olyan 10 óra felett találkozok egy barátommal Deák-téren. Addig még van egy kis idő, mivel ez most van kb. 8:30. Szóval addig még elveszek. És Józsi, mit szólsz ehhez, hogy itt vagyunk a híd alatt? Szó szerint a híd alatt. Hát, ez a jövőnk. Nos, akkor tervek szerint találkoztunk a Deák téren, elmentünk kajálni egyet, utána Usokendivel. Józsi, mit vettél? Vettem egy Málnás Pepsi Maxot, cukormentes. Ennek biztos jó lesz az íze. Hát meglátjuk, a Málnás kóla nagyon finom, az is cukormentes, de jó lett, szerintem tehát. Egyébként én még a Coca-Cola-ból hiszem a Málnás, ez a Monmalbicétől vettem még pár. Arról beszéltem, igen. De én, amit most vettél, az másik. A de én a Coca-Cola-ról beszéltem. Jaj, hát mindegy, értsük, miről beszélünk. Ja, megértjük egymást. Hát... mindig zavarba jövök. Mondj valamit. Hát kellemes idő van, most éppen nem süt a nap. Ezeken a területeken, mint mondtam, betonoznak. Azért esik az eső ennyire. Az előbbi filmes dolgot mondd el, amit az előbb, hogy... A filmes dolgot? Igen, hogy a felhő. Ja, ja, hogy amikor a távolban süt a nap, és amikor mondjuk megy a felhő, és közeledik felénk a napsütés, olyan, mint amikor felrobban egy atombomba a távolban, és a lökés hullám meg a tűz jön felénk, vagy valamilyen filmes effekt. Most konkrét példát nem tudok rá mondani. Szemre, de ez van! Jézusom, mi lesz ebben? Szóval igen, ez egy tökéletes hasonlat egyébként, mert tényleg ez így történt, és ahogy elmondtad, tényleg tetszett, azért mondtam, hogy mondd el, mert amúgy tényleg érdekes. Igen, remélem, hogy jó lesz a hang is, meg minden, mert ha nem, akkor ideges leszek. Szét baszunk van! Viszont, ha már visszatértünk a híd alól, úgyhogy most én meg... Eljöttünk a pokolból. Szóval most a felállás a következő, én megyek majd a Pürtére találkozni egy másik haverral, kis Sajcival, Józsi pedig. Nekem sajnos haza kell mennem, mert van egy kis dolgom, amit nem lehet elhalasztani, de egy-két hét múlva úgy is folytatjuk, kb. Akkor jössz. Ja, kb. Szerintem. Aha, az így van. Szóval most úgy döntöttünk, hogy a Duna mellett sétálunk a Petőfi hídig, és igazából, hogy másfele megyünk mind a ketten, mert azzal a villamossal viszont én az egyik irányban, a Józsi a másik irányban, úgyhogy a két Józsi másfele megyünk. Végül is. Így is mondhatjuk. Egyébként én már figyeltem ezeket a izéket, hogy amúgy elég érdekes lehet ezekkel így menni. Csak amúgy nem tudom, hogy lehet ezeket igénybe venni. Tényleg? Kérjük párhuzamosan két kezet tojjából. Lehet, hogy kell valami... Bérlet hozzá, nem tudom, hogy működhet. Én is, csak láttam, hogy valaki ezzel gurigázott nagyba. A kis pohárt kell hozzá, tenni, biztos. Jaj, valamelyik bunkó benne hagyta, meg kis poharod. Milyen emberek van? Mindegy, amúgy csak nem valahogy feltűnt, mert már figyeltem egy párszor, hogy most ez pénzért van, vagy nem, vagy most mi van, mert nem is tudom. Hogy visszajövünk, visszatértünk. Kicsit zöldebbé akarják tenni a várost. Ennyi kocsi mellett nem árt, de szerintem amúgy ez ilyen, hogy is mondjam, nem felesleges próbálkozás, csak szimplán... Hogy mondjam? Itt halottak a csók, na! Néha nehezen találom a szavakat. Kifejezte magát az őr, úgyhogy elég pontosan. Művésznek idő kell a munkára. Pontosan. Szóval... Így van. Most jöttem az a perc, hogy más nem tudok mondani. Néha mindenki kifogy a szóból. Még a legjobbak is. Még a legjobbak is, pontosan. Ja, már vesz is. Nos, akkor találkoztam a Rajcival. Sziasztok! Az Ollék környékén vagyunk most igazából, mindjárt megyünk majd a Kürtérre. Kérgővel találkozunk megint, mert átveszik egy csomagot tőle, amit nem adta egyébként, ilyen külön szolgálat vagyok most. Tenször Csavár utár szolgálat. Pontosan. Nem szponzorált videó következik. Nekem a kedvenc pusztán ezen körül, nekem a szponzorát az egyik kedvencem. Annak az a verziója, inkább a favoritom. Meg lesz a illetve azt rögtözött, hogy a favoritot kell mondanom, akkor leginkább a favoritot, ami neki mondja.
nekem jobban látja, és a svájci csapás az engem teljesen meggyőzött. Nekem egy ilyen kicsit ilyen leszvig kakorkodó feelingje volt. Ez nálam fel is van a csatornán, hogyha majd... Meg tudjátok nézni, ne lesz a link a leírásban. És igazából akkor most a tervünk az, hogy elteszel egy pakkot. Igazából egy darab ilyen teatikus sarkítókban lesz. Hát igen, azért mondom, átveszel egy pakkot, és akkor utána innen haladunk szépen át a szabadsághídra, és szabadsághíd Erzsébet is látszik lehetőség, illetve te így szeretnéd, akkor mit tudom én útközben így azért, mit tudom én átveszem tőled a telefont, akkor így tartom, és akkor neked úgy mennem pár a kezed, én meg már úgy hozzászoktam ehhez. Hát én is igazából most egyre többet megint, hogy a videót csinálok aztán. Magam is szoktam ilyet csinálni, meg ugye nekem ez már népszokássá vált, úgyhogy... Igen, igazából nálam is úgy volt, hogy régebben, igazából most kb. Egy éve videóztam úgy többet, aztán volt egy kis szünet. Igen. Most akkor megint már gyártottam, vagy 5 videót így a utóbbi egy hétben. Kell még valami mondani? Most így hirtelen nem, hamarosan még érkezünk. Pontosan, mert azért már zsibborok kezdett. Tudod, ez a... Várjál, addig átveszem, jó? Azért mondom, hogy akkor hamarosan érkezünk, akkor először egy pakkátvétel, utána pedig irány a Lánchíd. Leláncoljuk magunkat a Lánchídhoz. Milyen videó cím lenne? Leláncoltak a Lánchídhoz. Igazi clickbaites cím. Így van, igazi 100% clickbait. Tehát, na, akkor hamarosan érkezünk, addig is... Addig is jön a kamera, gyerekek! Forog a kamera, sziasztok! Sziasztok, én Kisvájci vagyok, mellettem egy Csávás József. Így igaz, az előbb, hogy beszéltük, most a Lánchíd felé tartunk. Ott készülnek majd a képek. Very freaking beautiful képek lesznek, olyan képek lesznek, hogy... Hogy beszavartok, olyan jó lesz. Olyan képek lesznek, halott! Halott, bazd meg, mesztelenre vetközni, el tudnád adni Patreonon a bazd meg. Tehát, hogy... Halott, én rengeteg ilyennel találkoztam, ez a show témának is, hogy ugye... Ugye rengeteg ilyen cosplayer van például. A mondok onnan meg itt ott, ugye? Igen, én külföldön láttam rengeteg olyat, ne kérdezzétek, hogy tudom. Rengeteg olyat láttam cosplayerbe, például Nanakuronomal, vagy esetleg Berdelfin, akik azt csinálják, hogy beöltöznek egy adott cosplaybe, mit tudom én, animéből, egy játékból, egy filmből, akármiből, és csinálnak olyan verziójú képeket, ami hát így, ugye ilyen plusz 18-as tartom, és csak akkor érheted el azokat a képeket, ha te Patreonon támogatod őket. Ja. És mit tudom én, 1-2 dollár, 5 dollár, 10 dollár, 20 dollár, mit tudom én? És ugye havi szinten megy ez az utalás nekik, hogy mit tudom én, hogyha te mondjuk a 20 dolláros csomagot választod, mit tudom én, kapsz ilyen work in progress képeket, retusálatlan képeket, mesztelen képek, mit tudom én. Bazd meg, én akkor kipasszott gazdag lennék ebből, hogyha ezeket megcsinálnak, na mindegy, igen. Szóval ha belegondolsz, igazából ezt így a kicsit ellen a pénz miatt csinálják, nem? Hogy emiatt támogatják őket, és akkor lesz pénzük. És igen, lesz pénzük új cosplayekre, és akkor megint jönnek a mesztelen szelfi. Azért anyagileg akkor lesz ilyen úgynevezett biztonság, nem? Mert Hogyha nem dolgozom benne semmit, akkor nyilván egy fasság az egész. Igen, de ugye, úgy értem, hogy plusz keresetnek azért neki megfelel. Persze. Itt vagyunk most a Lánchídnál, ugye átjöttünk most a pesti oldalra. Lőttünk pár képet. Csináltunk aztán... pár képet, ugye Józsiról leginkább, mert ugye nagyon-nagyon szeret fényképeket készíteni, készítetni magáról. Igen, és ezt köszönöm is szépen egyébként. Ugyan már nincs mit, majd átdobom a képeket, és akkor majd csodálkozhatsz, mert felrakhatod Facebookra, hogy fotóba egy kis volt. Van egy delikátus, amit egy kedves gyűjtőbarátunk, vagy gyűjtőismerősünk, ugye Illés mutatott. Ugye oda beviszlek, megnézzük, hogy mi van, és hogyha úgy van, akkor max. egy-egy energiát ad maximum, akkor hogyha még tudsz szervírozni. Ha úgy van, de ezt majd úgy is megbeszéljük, és utána pedig átsétálunk a Kossuth térre, egész pontosan a parlamenthez, ugyanis még ott is fog készülni egy-két kép, mert nekem például nem nagyon van onnan, neked meg ugye már régi van csak onnan. Igen, másfél-két éves. Csak akartam hozzáfűzni a boltos dologhoz, hogy
A Tejfikbe terveztem még elmenni majd később, de lehet, hogy most nem, hanem majd máskor. Azért most, hogyha itt találok valamit, ami kell, akkor megveszem itt, persze. Persze, nyilván. Nyilván. Itt még mondjuk olcsóban is jössz ki, igen? Mint az a Tejfikbe. Jó, itt mondjuk jó, oké, nem lesznek amerikai monsterek nyilván. Azt akartam kérdezni, hogy van, de akkor az nincs. Azok nem lesznek, de nyilván ilyenek, hogy angol rockstar például, illetve különböző fajta üdítők azok még lesznek. Most elhoztam Rajszit egy ilyen helyszínre, ahol egy filmet forgattak, ugye ezt már egyszer említettem is, hogy a Kém című film, itt forgatták mögöttem egyébként, egy gondolkos placon. Egy nagyon menő ilyen luxus hotel egyébként, ami mögöttünk látható. Itt vették fel az egyik részét, bevágok itt egy képet róla, hogy pontosan melyiket. A Láncid volt a háttérben, ami itt van egyébként most előttünk konkrétan. Nem az, csak hogy most igen. Forgok ugye a kamerával. Igen, igen, szóval ez volt a háttere igazából, úgy van beállítva az egész kamera, hogy ez volt így a háttérben. Elég jól nézett ki, csak ez nekem tényleg ez a helyszín nekem arról maradt így emlékezetes, mert hogy itt vették fel. Igen, közben azért mutatom. Ugye ez maga a Gresham Hotel, azt hiszem. Igen, igen. Előtte ilyen... Erről olvastam valamilyen cikket, még ki is írtam Facebookra. Nem tudom, olvastad-e, hogy... Emlékszem valamire, hogy írták ki. Most pontosan nem tudom visszaidézni. De pontosan én is egyébként, de... Hát amire emlékszel. Hát ugye... Baszni, kölyök nem emlékszem rá, pedig olyan jól leírtam. Olyan jól kikerested Wikipedia-ról. Igen? Hát, bevágom majd ide, és akkor... És akkor majd tudni fogjátok. Hogy el lehessen olvasni a lényeget majd. Persze. Igen, igen. Persze. Majd állítsátok meg a videót, és akkor el tudjátok olvasni a fontosabb információkat. Be van most vágva, mert nem, tehát el tudjátok majd olvasni, még itt beszélünk. Persze. Szóval igazából ennyi lett volna a felvétel. Nyugodtan te is mondj valami, fordíts fel a kamerát, hogy fel vagy elekény vagy. Na, a következő állomásunk nekünk viszont a Kossuth tér lesz, egész pontosan maga a parlament lesz most a mi következő célállomása, nem tudom mennyire fogok látszani a kamerába, szerintem sem mennyire. Jó lesz az? A következő megálló nekünk most a Kossuth tér lesz, egész pontosan a parlament, és ott is fogunk videót készíteni, illetve rengeteg fényképet fogunk készíteni, ugye kedves Józsi barátomnak, illetve magamnak is, meg hát ugye lesz közös kép is, mert azért az kell. Úgyhogy hamarosan érkezünk. Margit szigetre jöttünk, de egy ilyen kis idő elteltével, mióta a videóztunk, eltelt egy óra hosszasabb. Hát körülbelül egy óra. Igen, azóta esett az eső, igazából beálltunk a buszmegállóba. Most a fák alatt vagyunk, mert nem akarunk elázni. Van egy kék kó a fák alatt, helyett a Duna. Igen? Most fogunk igazából elköszönni majd, mert... Én ugye itt leszek még, ugye találkozok ismerőseimmel. Én nekem is lesz még dolgom, úgyhogy majd én meg elmegyek a város másik. Te meg Gergőzöl. Na, akkor minden. Én akkor így köszöntöm szépen a figyelmet, minden információt megtaláltok a leírásban. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget, iratkozzatok fel a csatornájára is, illetve hogyha a leírásban benne lesz a csatornám, benne. Az én csatornámra is iratkozzatok fel. És a csatorna neve is itt lesz kiírva? Cat Collection, tehát KED Collection. Tehát ugyanúgy benne lesz minden, és te akkor mész tovább, én meg ugye itt megvárom ismerőseimet, és akkor a képeket én adok ott. Köszönöm szépen. Ugyan már. Én köszönöm a lehetőséget. Megtörtént az üzlet, mármint nem nekem, hanem a Kristófnak, ez mellékes. A keleti előtt vagyunk most. Gergő valami hozzá Kristófról jöttek. Mindjárt leszakad az ég, nézzétek meg milyen sebezettség van arra. Ja, elég van. Még lehet jönni most. Menjünk le. Nagyon para. Ja, úgy elég én is figyeltem az előtt, hogy így most sötét, hát elég, mint valami ilyen világvége hangulat az egész. Az emberek is elég sötétek erre, mert ugye nem tudok biztonságos erre mászkálni, ebbe is jövök. Ja, melyik? Még le tudsz jönni, kettes a gondolat még egyet. Ja, szóval a kettes metró van az életre, az a vége alá, szó, ilyen? Igen. Ugyan. Köszönnénk! Sziasztok!